Köszöntöm a megjelenteket ezen a majdnem napsütötte, kicsit borongós délutánon itt a Bányász pályán, ami a sportolókon túl Ajkaváros egész lakosságának szolgál kikapcsolódási és sportolási lehetőségekkel. Itt a jégen borzasztó hideg van. A tavaly évvégén és az idei évelején megfogalmazódott gondolat a város vezetőiben, hogy egy jégpálya is jó lenne, immár megvalósult. Forradalmi nap tehát ez a mai Ajkaváros életében, nem csak úgy, mint október 23-a, hanem itt állunk ezen a sportpályán. A jégpálya avató ünnepségünkön engedhessék meg, hogy külön köszöntsem Kovács Zoltánt, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkárát, egy nagy tapsot kérek szépen neki, és egyben kérem is, hogy csúszson be ide mellém. Most jégre viszem a vezetőket, ha szabad ezzel a szóhasználattal élni. Tessék vigyázni, igen. Ugyanezen tisztelettel köszöntöm Schwarz Béla tekintetes uramat, Ajkaváros helyhatóságának első emberét, polgármester urat. Valamint a Magyar Jégkorong kabala figuráját, Csúszkát, egy nagy tapsot kérek szépen neki. És szűke Pátrián kabaláját is, az Ajka Júriás, nem tudom, itt van-e már velünk, tapsot neki, hát ha itt van ő is, jöjjön be. Még talán nem készült el az Ajka Júriás, de reméljük, hogy ő is hamar megjelenik itt. Most pedig engedhessék meg akkor, hogy első ízben Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkárát felkérjem, hogy tartsa meg köszöntő beszédét, fogadjuk őt szeretettel. Magyar Jégkorong Szövetség részéről szeretnék mindenkit köszönteni ezen a gyönyörű pályán. Megmondom, hogy szintén nagyon meglepődtem, amikor autóval jöttünk ide, és láttam, hogy mekkora hatalmas sátrány, sokkal kisebb pályára számítottam. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép pálya, ez a 40-20 méteres pálya, nagyon sok gyereknek és családnak fog remélhetőleg örömet okozni, akár a közönség kocsijázásban, akár a mi kocsijával, de mi bízunk abban, hogy mindent a jégkorongozó lesz. Ad biztosan a családokat arra, hogy ugyan a jégkorongról nagyon rossz véleményem, hogy ez egy nagyon durva, veszélyes sportág, de megkérdezhetik itt a gyerekeknek a szüleit, akik jönnek Veszprémből például a hokisok, hogy hány sérülés volt az elmúlt évben, én azt hiszem, hogy egy sem, hiszen olyan kitűnő védőfelszerelés van a gyerekeknek, hogy minden porcitájukat védi, és én csak bátorítanék mindenkit, hogy próbálják meg. Nagyon jó edző van, le is költözött ide, úgyhogy Székesfehérvárról egykori fehérvári kapus. Én nagyon bátorítanák mindenkit, akinek tetszik ez a dolog, akár a bemutató kapcsán jöjjenek és jégkorongozzanak. És nagyon szeretném megköszönni a lehetőséget itt a polgármesternek, az önkormányzatnak, meg mindenkinek, aki tette azért, hogy ez ide kerüljön, és azt hiszem, itt azért a Palkovics tisztán megütsek el, elhallgatni, hiszen mi volt a hátsó lobista ebben a dologban. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer. Úgy érzem, megjött az Ajkai óriás. Nagy tapsot kérek szépen az Ajkai kabala figurának. És akkor következzen polgármester ünnepi beszéde. Kedves gyerekek, tisztelt vendégeim! Én nem gondoltam volna, hogy a jégkorongozóknak, a jéggel foglalkozóknak ilyen meleg szívük van. Mikor először szóba került ez a sportág, ez év februárjában, akkor olyan kicsit olyan félve közelítettem ehhez a témához, de elmúlt ez a félelmem, amint a főtitkár úrral, Kovács Zoltán főtitkár úrral találkoztam. És ő biztatott, hogy bátran vágjunk bele ebbe a sportba, és biztos, hogy nekünk is marad, illetve aratunk majd babérokat. De ezt a babért aztán később eltolták tőlünk, mert az első mérkőzésen, amikor részt vettem Zalaegerszegen, a gyerekeink, ugye a 8-10 évesek, azok 14-0-ra kikaptak. És hát mondom, hát ebből igazán nehezen lesz majd egy ajkai jégkorong sport, de a következő mérkőzésen már egy gólt ütöttünk, és az azt követő mérkőzésen meg kettő. Úgyhogy ez egy óriási fejlődés így a saját mértékünkhöz képest, és azt gondolom, hogy a gyerekvétszám, amit hát összehívtunk és edzettünk, az is mutatja, hogy milyen jó kezekre és lábakra, botokra találtunk, hiszen 40, több mint 40 gyerek jelentkezett. Mindenekelőtt szeretném megköszönni Palkovics Krisztiánnak, ugye a 223-szoros magyar válogatottnak, akit mi az ajkai jégkorong arcának gondoltunk. Krisztián, most nem látom éppen az arcodat, ja ott van, igen. Tehát az ő képét szeretnék ide feltüntetni, de még nem készült el, úgyhogy a következő napokban majd lehet látni meg a magyar jégkorong sport más nevezetességeit. Tehát ő gondoljuk, és ő a magyar jégkorongnak egy olyan
emblematikus figurája, akire büszkék lehetünk, és akire mi is így alapozzuk a lajkai sport előmenetelét. És Bece Zoltánt szeretném említeni, Zoli, aki a vezetőedző a mi lajkai óriásainknál, aki nagyon ért a gyerekek nyelvén, és azt gondolom, hogy ezt a szülők is hát megerősítik, és nagyon jó küzd a sportárt helyzetéért. Ugye eddig egy öltözőt sikerült kialakítani, de itt a felkészülés egyében már Kaibás Dezsővel megállapodtunk, hogy a szemben lévő öltöző is a jégkorongosoké lesz, úgyhogy bejelentem, hogy két öltözője van a lajkai óriásoknak. És a harmadik személy, akit szeretnék még megemlíteni önöknek, az Kovács Zsolt, testnevelő tanár, aki végül is a gyerekek szervezését, a mozgalom elindítását vállalta magára. Zsolt is itt van, neki is nagyon köszönöm ezt a odaadó munkát. Kedves barátaim, ugye önmagában egy nagy esemény, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára megtisztel bennünket azzal, hogy egy bérelt sátornak az avatásán részt vesz. És mi elindultunk ezen az úton, kicsi jéggel, ha lehet azt mondani, és egy nagyobb jeget szeretnénk majd. És Zoli, neked megköszönném, hogy már 8 millió forint támogatást nyertünk a TAO források keretében, amit a gyerekekre tudunk fordítani. És ezután a következő évben pedig 2016-ban egy jégcsarnokra szeretnénk majd adni a pályázatunkat. Ugye az már nem egy sátor, hanem az olyan, mint egy tornaterem, egy tornacsarnok. Hát ugye az összege is olyan. És ehhez kérném a segítségedet, és nyilván a Magyar Jégkorong Szövetség más vezetőjének is. És hogy menjen el a hírünk, hogy ajkán lehet, hogy tavaly még nem tudott jégkorizni senki, de ma már legalább 40-en tudnak, nem beszélve azokról, akik talán tudnak, de még soha nem próbálták. És a szülőknek is, meg a közönségnek is szeretnénk ezt a pályát átadni, hiszen az edzések kivételével valamennyi korosztályt nagy tisztelettel és szeretettel várunk. Azok is elevenítsék fel a jégkorongozó vagy csak korcsolyázó tudásokat, akik esetleg utoljára gyerekkorukban megpróbálták. Most itt a lehetőség, azt gondolom, hogy lesz is felhozatal, sok jó játékost tudunk adni majd a magyar jégkorongsportnak. A tervünk az, hogy egy 5-7 éven belül egy felnőtt csapatot is tudunk majd kiállítani. Ugye a főtitkár úr erre még kétségét fejezte ki, hogy ez sikerül-e, és a vezetőedző is csodálkozik. De hát a Krisztiánban mi nagyon bízunk, hogy a Krisztián ezt meg fogja nekünk szervezni, és akkor vagy a MOL ligában, vagy a magasabb ligában, televízió közvetítések közepette is évezhetjük a lajkaiak szereplését. Végezetül mindenkinek jó korcsolyázást kívánunk! Tőle fajton óriási himnusza, és aki tudja, legalábbis a harmadik refrén után már mindenki fogja tudni, nyugodtan énekelje a zenével együtt, hadd szóljon a himnusz! Ajkai óriások, ó, óriások, ó.
gondolom már sok égpályán járt a pályafutása során. Milyennek látja ezt az ajkai pályát? Azt gondolom, hogy indulásnak tökéletes, tehát arra nagyon jó lesz ez a pálya, hogy itt a helyiek megszeressék a sportolást, a jégkorcsolyázást, és esetleg megismerkedjenek akár a jégkorongozással is. Kellően nagy, azt gondolom ez a 40x20 méteres felület biztosítja azt, hogy hétvégenként is, hogyha sokan eljönnek közönségkorcsolyázásra, tudják élvezni a jégkorcsolyázás örömét. Az ajkai srácok még nem sokat voltak jégen, milyennek látta a játékukat? Nagyon ügyesek, lelkesek, mint általában egy ilyen csapat, aki körülbelül néhány hónapnyi korcsiázás van, és főleg a szülők is nagyon lelkesek. Szerencsére megvan már minden védőfelszerelésük, ez egy alapdolog, hogy nehogy sérülés legyen, és azt gondolom, hogy most már állandó edzés lehetőségük lesz itthon, nem kell utazni Veszprémbe, Várpalotára, és itt, hogyha rendszeresen edzenek heti 3-4-szer, azt gondolom, hogy már győzelmeket is fognak biztos aratni majd a szezon során. Mit gondol, Ajka neve mikor fog a köztudatba elterjedni, úgyhogy igen, Ajka egy jégkorongozó város. Hogy látja a srácoknak a jövőjét? Hát azt gondolom akkor, amikor már minden korosztályba tud majd indulni, esetleg a felnőttben még nem, de mondjuk egészen az ifig minden korosztályban lesz az Ajkának csapata, akkor azért már fogják tudni az emberek is, hogy Ajkán is van jégpálya, jégkorongsport, de nagyon jó kezdett, szerintem nagyon jó rajtot vett, mondanám, ilyen villámrajtot vett az Ajkai jégkorong, hiszen leigazolták Palkovics Krisztiánt, itt van a polgármester úr, itt van az önkormányzat, aki ezerrel mögötte van, úgyhogy én azt mondom, egy ideális induló modell itt, ami történik Ajkán a jégkoronggal. Megnyitó beszédében elhangzott, hogy nem kell félni a jégkorongtól, hiszen viszonylag kevés a sérülések aránya. Mit tanácsol annak, aki sportolni szeretne, mennyi időskortól válassza a jégkorongot? Hát 5 és 10 év között a legajánlatosabb, tehát 5 éves kor előtt talán azt mondanám, hogy nem, de 5 éves kortól már, hogyha a gyerek bátor és fölmer menni a jégre, és nem baj, hogyha esetleg én azt szoktam tanácsolni, hogyha esetleg a szülőkkel, akikben leginkább bízik egy 5-6 éves gyerek, azok előtte elmennek egy pár közönség korcsolyázásra, persze, hogyha azt tudnak a szülők korcsolyázni, csak azért, hogy amikor meglátja a gyerek majd a száguldozó felszerelésbe, száguldozó botokkal, meg rácsos fejvédőbe száguldozó társait, ne ijedjen meg, hogy őnek ide be kell jönnie. Tehát legyen egy kis jégbiztonsága az első lépéseknél is már. Köszöntjük a Palkovics Krisztiánt, az Ajkai Óriások fővédnökét. Szeretnének megkérdezni, milyennek találtad itt a mai estét? Azt gondolom, hogy senki nem gondolta ezt egy fél éve, hogy mi igazat fogunk mondani, és lesz egy komoly pályai Ajkán, és elindul a jégkorongos élet. Most mindenki láthatja, hogy lehetőséghez képest egy nagyon kellemes is légkört tudtunk teremteni, nem csak a jégpályán, hanem itt az öltözőben is. És minden dolog adott ahhoz, hogy itt egy jégkorongos élet elinduljon, és nem csak jégkorongos élet, hanem a nagy közönség számára is korcsolyázási lehetőség. Most is láthatjuk, hogy több száz ajkai polgár kijött és korcsolyázik és használja a pályát. Bízunk benne, hogy jövőre már 2-3-szor ennyi jégkorongos fog itt jégkorongozni. Említetted itt az öltözőt, elég tapasztalt vagy ilyen téren. Mit szólsz ez az egész kialakításhoz, és mit szólsz ahhoz, hogy a gyerekeknek milyen feltételei vannak ennek a sportágnak az űzéséhez? Hát megmondom őszintén, hogy szerintem nem csak én, sokan, akik ide jöttek, most Fejvárra egy pár játékos, ők is csak álmultak, hogy milyen szuper kis öltözőjük van. Megmondom, én annak idején még konténerbe öltöztem, úgyhogy ahhoz képest ez egy ötcsillagos szállodán minősül, úgyhogy nagyon köszönöm szépen tényleg Bece Zoltán edzőbácsinak, hogy ezt így megteremtette és erre odafigyel, és ahogy látom, minden rendszer úgy, ahogy kell, egy jégkorongos öltözőben ki van alakítva, úgyhogy bízom benne, hogy az ő keze alatt itt nagyon sok ügyes jégkorongozó fog kiemelkedni a magyar jégkorong sportba. Elég sok úgymond prominens személyiség jelent meg ezen a rendezvényen. Mesélnél róluk egy picit nekünk? Igen, hát egy jégpálya alatt az mindig általában így zajlik. Volt egy műkorcsolyázás bemutató, hogy mégis a kislányoknak is legyen egy kis kertcsináló, illetve itt páran így jégkorongozók, aktív jégkorongozók, illetve én is beszálltam, illetve Bece Zoltánnak kapusunk, aki egybe edzőnk is, neki lőttük a gólokat, egy kis bemutató játék keretében. Azt gondolom, hogy és kettő csinálnak, jó volt ez, illetve azt láthatták az emberek, hogy egy felnőtt szinten milyen sebességet, milyen szinteket lehet elérni, úgyhogy bízom benne, hogy sok játékos, sok leendő játékosnak a kedvét felkeltettük,
és reméljük, hogy minél többen fognak eljönni jégkorongozni, és egyre többen leszünk majd itt Ajkán. Igazándiból azért a sebesség nem volt a megfelelő, és a lövések nagysága sem volt az igazi. Azért mesélj erről, hogy egy igazi éles mérkőzésen milyen a sebesség, és milyen lövések zúdulnak a kapukra, milyen a hangulat, mert te igazán komoly hangulatban tudtál játszani. Igen, hát vigyázni kellett, ugyebár a pályának azért a határozók szabottak, tehát a palánk minősége, illetve a kapusokra is nagyon vigyázni kellett, úgyhogy nem lehetett nagyokat lőni. Meg hát a palánk az tényleg ez inkább egy ilyen gyerekpalánknak mondható, ez nem egy felnőtt jégpályának a szintjén van. Ez inkább tényleg a 21-es pálya, az abszolút egy U10-U12 korosztályig jó jégpálya. Igazából ezt terveztük az első egy-két évben, és majd később lesz arról szó, hogy nagy pályát építsen Ajka városa. Reméljük, hogy ez meg fog valósulni minél hamarabb, hiszen a megfelelő korosztályt elérik a játékosok, utána már kell a nagy rendes szabvány 30-60-as jégpálya, úgyhogy egyelőre ez abszolút megfelelő kezdésnek, azt gondolom, hogy első jégpályának egy város nem is kérhet többet, közönségkorcsára megfelelő, illetve a gyerekköcöknek pedig abszolút kielégíti a jégkorongozási lehetőséget, úgyhogy bízunk benne, hogy a nagy dolog lenne, hogyha pár éven belül, hogy polgármester úr is elmondta, akár még nagy csapat is lenne itt Ajkán, mink ezt én is merész államnak gondolom, de ha őszájában hallottuk, azért az mindenképpen nagy biztatója lehet. Igen. Itt biztos vagyok benne, hogy beszéltél a főtitkár úrral, közösen is a polgármesterrel, ezekről a dédelgetett álmakról. Szerinted milyen esélye van a magának a városnak is azáltal, hogy a polgármester ennyire pártolja ezt az egészet? Milyen esélyekkel indul annak, hogy a Jégkorong Szövetség oldalára is komoly támogatást élvezzen? Igen, mint tudjuk, a jégkorong sportág azért van a jó helyzetben, mert benne van az öt látvány sportban, ami társasági adó miatt támogatott. Egyértelmű, hogy ennek köszönhető az, hogy léptékben fejlődik a sportág, és ilyen sok helyen készülnek a pályák, illetve sok helyen csapatok alakulnak. Egyértelmű, hogy mi is számítunk erre a nagy segítségre, de tudjuk azt, hogy egy jégkorong szövetség, illetve a Magyar Jégkorong egy meghatározott kereten belül tud gazdálkodni a tavos pénzekkel, és ennek reményében reméljük, hogy minél több, akár jövőre, vagy két év múlva olyan összeget tudunk lehívni a TAO-s keretből, hogy a városi segítséggel egy komolyabb, normális, szabálymérhető pályát tudjunk építeni. Ezen dolgozunk, és reméljük, hogy lesz rá lehetőségünk. Hát ez szerintem az egész város nagyon szeretné, de mi is mindenről volt már szó, de te láttam, hogy végignézted a gyerekeknek a játékát. Mi a véleményed, hogy ennyi készülés után, ennyi jég lehetőség után hogy szerepeltek a kis lurkóink? Azt gondolom, hogy én láttam őket tavasszal is, pár szó voltak égen. Szóval itt nem tudom, lehet, hogy meg tudom számolni egy kezemen, hogy két kezem, hogy hányszor voltak összesen jégen, ahhoz képest tényleg teljesen jól korcsoláznak már. Egyértelmű, hogy a bottechnika, a korongtechnika az még várat magára, de első az alapok, a korcsolás az már elég jól megvan mindenkinél, úgyhogy most pedig, hogy hetente akár 5-6 edzés is tudunk tartani, így már olyan fejlődést tudunk elérni, hogy egy-két éven belül szerintem utol fogjuk érni a korosztályos csapatokat, úgyhogy én sem azt tudom mondani, hogy bízunk benne, minél tovább lehet jég itt Ajkán, egyértelmű, hogy tavasszal ez majd az időtől is függ, és ha pár éven belül már oda jutunk, hogy lesz a saját felett jégpálya, akkor már szinte egész évben tudunk jégen készülni. Igen, hát szerintem mindenki látta, hogy milyen ügyesek voltak a gyerekek. Még egy kérdésem akadna, és téged fogunk látni edzéseken, részt venni az edzéseken, segíteni az edzők munkáját esetleg, mivel hogy ilyen komoly tekintély vagy a szakágban? Igen, mivel ez egy jó kérdés, és pont azért fogok itt megjelenni többször, mert nem csak azért, mert kötődésem van Ajkához, hiszen nekem apósom, anyósom itt él, illetve feleségem ide valósul, úgyhogy én sokat járok Ajkára amúgy is. Innen van amúgy a kapcsolódási pont, amiért most én is engem megkerestek, és közjátszottam abban, hogy itt jégpálya legyen. Úgyhogy, hogyha leteltem, le fogok jönni egy hetente egyszer Ajkára, vagy két hetente Ajkára, és akkor biztos, hogy el fogok jönni jégpályára. És nem csak azért, mert én szívesen jövök fel a jégre, hanem a fiam is 6 évesen már jégkorongozik, és szívesen fogom hozni az Ajka jóra csapatába is. Tud készülni akár itt is, és minél jobb lehet majd ő is. Hú, várj egy picit, ezt most egy picit megdöbbenésre hallottam, mert úgy tudom, hogy a te fiad az Albavonában játszik. Netán-tán lehet ilyen csodáról szó, hogy a kis Krisztián itt fog játszani? Hát még nem igazolt, de hamarosan az lett. Azt gondolom, hogy azért inkább csak ilyen beugrós edzésre jönnénk. Valószínűleg ott fog játszani, hiszen azért mi ott élünk, nekünk ott kell naponta edzésre járnunk.
és két csapatban nem játszhat senki, úgyhogy mi csak ilyen plusz edzésként szívesen jönnék majd ide, hogyha az edzőbácsi megengedi. Hát biztos lesz benne, hogy szívesen látja majd az aranykezű Palkovics Krisztiánnak a kisfiát, főleg, hogyha ő is ilyen méltó lesz a névhez, a Palkovics Krisztián névhez, mert azért tudjuk, hogy azért manapság ez a név azért sokat mond mindenkinek. Igen, reméljük, hogy túl fog szárnyalni, akkor már boldog leszek biztos. Köszönjük szépen Palkovics Krisztiánnak. Én is köszönöm.